forgatások lebonyolításához a kísérőmotorokat elektromotoros partnerünk, az Electrobiker biztosította. Mármint nektek nem biztos, hogy reggel van, nekünk még elég korán van, azért ilyen komás a fejünk. Megyünk ki ugye a nagy tartsai versenyre, ami egy igazi ilyen, hát úgymond tömegsport rendezvény lesz, ugye. Nem a profiknak és nem a licenszes versenyzőknek készül ez a verseny igazából. Én direkt a legnagyobb tömeget képviselő hobbi kategóriára készülök, direkt az öreg DRM-mel jöttem, úgyhogy nagyon várom ezt az egész saras mókát, mert sajnos az eső reggel esett. Megérkeztünk, kicsit késésben vagyunk, úgyhogy sietek, kapom ki a motort, azért elég sáros a parkoló, de szerencsére járható. Megyek, regisztrálok, ott van a gépátvétel is, jó nagy sor van, lehet, hogy lemaradok ebből az edzőfutamból, de ha szerencsém van, azért egy-két kört tudok menni a verseny előtt a pályán. A rendszám most azt hiszem nem fog kelleni, közt lecsavarozom. Rég kentem már össze a masinát. Sose fogom elfelejteni azt a kesztölci vagy getei menetet. Amikor az ülésemre rápakolta a disznó, vaddisznók a kis földet, és azon kellett egész nap csörögni. Igen. Akkor kimondottan boldog volt el emlékszem. Nem szeretek sárba menni, egy ideig szerettem, nagyon élveztem ezt a csúszkálós, igazi kihívásokkal teli motorozást, amit most is szeretek, csak a hozzá tartozó részeket már így nem annyira élvezem, hogy jó lenne, ha valaki lemosná a motorodat. Így van, motormosás, technika is nyílódik, de hát ez van, ezt kell szeretni. Nem szerint kell mondani, hogy nézzétek a Jelly Motors. Iratkozzatok föl, meg minden föl, ilyesmi. Lájkoljatok, amit elfelejtek. Csengőcske, tudod. Mondani csengő, meg ilyesmi, azt mind csináljátok, jó? Vagy mondok jobbat, ez a motor is fent van a YouTube-on, Smoky csatornán. Na tessék. De ezt nem rakjuk bele a mi videóban. Keres reklám. Szép. Gyere, elmegyünk, átveszünk a rajtszámot, mert azt elvileg külön kell, mint ahol a gépátvétel van, ebben a sátorban. Végre rakjuk? Fobiába vagy fobiába tegyük? Ába, ába. Fobiába rakjuk. Amúgy tök mindegy. Vagy igazából a kadédba kéne menned, de mindegy, adjuk. Én azt várom már, hogy a mehessek az 50-20-ba, az azért az, az, hogy... Hát azért nem vagy tőlem messze. Elkaptam a rajtszámomat, a 29-el fogok menni, és a hobbi A-ba kerültem, mint kategória. Egyébként rengetegen vannak, szerintem már bővült is a kategória. Szerintem senki nem gondolta, hogy ilyen népszerű lesz ez az egész versenysorozat, bár azért várható volt, mivel olyan verseny, ahova igazából tényleg bárki indulhat bármilyen motorral, az elég ritka. Úgyhogy... Mivel nekem nincs rajtszámtábla helyem, én a tankra ragasztom. Picit levegős lesz, nem csináld újra. Persze, intézem. Most a hajszárítót? Hoztam. Örüljünk, ha rajta marad ezen a rozsdás recés tankon. Na ezt a Tomi meglátja. Ajaj, az öreg DR-re fölkerült egy emészkárcos logos tudsz. Összegyűrve. Pontot gyűrödött meg. Pont, véletlenül. Bocs, Tomi. Sziasztok, az Emil Gárból jelentkezünk, és a nagy tartsai enduro versenyről egy pár szót, amiről ugye szól a Attilak a videója, ezt a Beta Motorsport szervezte, de gondolom ezt tudjátok, és ami híres Kálming is elindult rajta, úgyhogy pár szóba foglald össze, Kálming, hogy hogy érezted magad? Pár szóba összefoglalva nagyon jó volt, ez volt a pár szó. Bővebben? Bővebben, kicsit kifejtve ezt a véleményt. Iszonyatosan nagyon jó. Nagyon jó volt. Jó volt látni, ahogy, hogy ilyen sokan neveztetek.
vagy neveztek, ugye akik ott voltak, rengetegen elindultak, régi motorokkal, szóval tényleg a jeli is a régi DR-rel szenzációs volt, amit ott művelt, a dupla ugrón, ment, ilyen gumis ugrón, tök jól nézett ki, akkor volt ott régi MZ vagy ETZ, azzal indult egy srác, akkor volt ott egy nagy Adventure Husqvarna is, szóval tök jó volt, hogy mindenki elindulhatott, mindenki olyan motorral, amilyen éppen otthon volt, amit ki tudott tolni a műhelyből. Szerintem borzasztó jó élmény volt. De akkor ezt az egész versenyzést csak ajánlani tudjuk. A biztonságos körülmények között akartok. Így van, motorozni. Mindenkinek ajánlom. Szóval egy az, hogy a megfelelő mentális fejlődéshez, ugye, ami a motorozáshoz kell, szerintem egy ilyen jellegű verseny azért elengedhetetlen, érdemes elmenni egy ilyenre, meg hát ugye az ember saját magával szemben is föl tud állítani egy mércét, hogy éppen hol tart az ő saját motorozásában. Szerintem egy baromi jó dolog, én csak tényleg ajánlani tudom nektek, induljatok el, és rögtön ki fog jönni az, hogy miben vagytok erősek, illetve miben kell még fejlődni. Nekem kijött az, hogy miben kell fejlődnöm, én így mondtam le ezt a következtetést, és nekem abszolút építő jellegű volt ez az egész. És tényleg akkor köszönjük a Norbieknak, szenzációs volt. Akkor sziasztok, menjetek versenyre. Legjobbakat, sziasztok! Ciao. A gép, hogy ne legyen ön is közveszélyes, láttartóknak föl kell hajolnia, visszamennie, gáznak vissza kell mennie, hogyha elengeded. Nem olyan sok ez a szabály, de azért ezeket itt is megnézik, hogy ne hajj meg itt a saját gépedet. Itt állunk az edző, fölvezető, de nem is edzőkörök lesznek most, egy 20 perc edzés ideje van a hobbi A kategóriának, én már csak ide tudtam nevezni, mert a hobbi B-ben már annyira sokan voltak, igazából ezzel a motorral azért inkább a hobbi B-be mentem volna, mert itt ott lett volna egy-két olyan társam, aki hasonló motorokkal jött, mint én, mint a bécsi barátaim közül is érkezett egy iszonyatosan retro gép, de ő sajnos a hobbi B-ben van, úgyhogy nem együtt versenyzünk, pedig nagyon szerettem volna, úgyhogy itt a srácokkal fogok gurulni. Azért van egy CRF például, ami azért nem teljesen bokorúzó kategória. Szóval ez az edzőkör, itt meg tud ismerni a pályának a nyomvonalát, az akadályokat, egyáltalán mire készül, hol érdemes esetleg lemaradni az előtted lévőtől, mert hogyha esetleg ő megakad, akkor te nem fog tudni feljutni, és akkor te is bajba kerülsz, de ezekre jók ezek a feladatok. Itt még nem érdemes jaszkarizni, ugye az a lényeg, különösleges a nagy tempó, meg ilyesmi, itt az a lényeg, hogy megismerd a pályát. Tiszteletem! Ilyenkor kéne osztani a 4-1 kerteket az uraknak, lehet jönni oktatásra! Ennyi! Figyelj, kicsit lehet, hogy sokan vagyunk most így, nem? Hát, dehogy is! Legalább lesz ki lehet menni! Meg tudod, amikor puhára esnek, amikor fekszik a földön, nem vigyázzuk a többiekre! Ennyi! Na látjátok, itt jó hangulat is! Ennyi! Na, csorgó!
és jöttem ide a kocsihoz, egy kicsit iszok, átnézzük a gépet, és lehet tovább majd a buli. Többiek itt melegszenek, hát kicsit kifogtuk azért, nagyon hideg van, szél is fúj, de legalább az eső már elállt. Na megvan ez a kis edzőkör, három kör sikerült menni a pályán. Megnéztem mindent, megnéztem a csirkeutakat is, a rendes akadályokat is. Abszolút teljesítető, mindaz egy farunk az nagy benne, amit ott láttatok, de azt meg blokkfelültetéses módszerrel kell bevenni, és akkor nem esik be az első kerék pont mögé, ahol ott szét van így kaparászva. Úgyhogy nekem tetszik a pálya, jó lesz. Azért mindenki egy kicsit tempózik, én az öreg DR-rel ugye a tempós részeken csak csorgok, de élvezem a dolgot. Ezeket a hetrópákat nagyon nem bírja már elnyelni, ez a 18-18 centi elől-hátul, úgyhogy sokat kell dolgozni lából is. De...
Eljött a következő futamomnak az ideje. Egy nagyjából másfél órát pihenéssel töltöttem, ettem, ittam, összeszedtem a gondolataimat, és arra jutottam egyébként, hogy az előző futamban teljesen jól mentem, a saját ritmusomban nem nagyon volt hibám, megnéztem, a köridőim is tökre egyenletesek, ilyen 10-11 másodpercen belül vannak, ezzel a géppercen itt nem tudok gyorsabban menni. És én azt javaslom egyébként mindenkinek, hogy igazából az, hogy ide kijössz egy ilyen versenyre, hogy most a 17. vagy a 14. vagy a 8. vagy, igazából mindegy. Maga a motorozás élménye, a versenyzés élménye, az így is ugyanúgy megvan, ugyanúgy megkapod te is a 14. helyen, mint a 8. helyen. Nem mondom, amikor már ilyen első, második, harmadik helyezésekről van szó, akkor ott nyilván másképp teszi oda az ember magát, de nem győzni jöttünk, hanem egy jót versenyezni. Bele, mert akkor hibázni fogok. Mindenki egy kicsit azért lassult. Az előttem lévő srác is az előbb megelőzött. Belassult azért érzel. Nagyon jó, mindenki most hasikált a holdponton. Inkább menjen el egy valaki, de ne hibázni az ember ilyenkor. Yeah.
legalább még egyet tudtam előzni. Jöjjön a csete! Most! Most, naragú! Ne! Nagyon jó volt, minden frankó volt! Jó voltam! Te is! Mondom, hogy te végén még egy kicsit ráderültetek! Megijedtem, basszus! Nem számítottam rá, ne haragudj! Ne viccelj! Ne, részemről nincs gond? Részemről? Jó van! Csak nem számoltam vele! Hát azt még nem írtam már kifogni rövészét a kezem. Hát azt néztem, hogy hol tudok benned szűkkel elvenni! Tartottam, amelyik tartottam, de nem tudtam. Csáó! Szerintem egy olyan 1%-kal tudtam gyorsabban menni az végig. Pont elég volt. És akkor ott így az még összesporoltam az energiát, de jó volt a ritmusod, tetszett. Köszi. Úgyhogy jó élmény volt. Jött egy CR250 is, úgyhogy nagyon rendben vagyunk. Egy 88-as az első vizes. Igen, gyere, egy retro fotót nyomjunk! Ja. Egy retro fotót csinálsz rólunk? Egy közelít, hogy ne tudjon a kandítani. Várj a háttérfotót, hogy ne lesz érte. Jó a videó. Köszönöm! Köszi, nagyon jó voltam! Jó volt, ez sokkal jobb volt, mint az előző. Nem voltunk annyira. Nem tudom miért, de ez most ez... Hibátlanul zsinóron húztak engem most, nem fáradtam be nagyon, és sokkal kellemesebb volt, és szerintem 100 nagyobb tempókat tudtam menni, mint a... Nagyon szépen mentem! Mint a izé. Na mesélj Attila bácsi, mi volt? Én azt láttam kívülről, hogy picit felhúztad magad, ideg állapotban jöttél, és szerintem a DRT picit megörögítetted. Én van egy kicsit a hangja, ami tök vicces, amikor leveszem a sisakot, tudod, akkor megjön a hangja, az igazi csattogó hangja, amit a sisak ugye nagyon letapít, nincs rossz hangja, és akkor mindig megijedek, hú, most biztos nagyon szétküldtem ezen a versenyen, és előveszem két hónap múlva, beindítom, és ugyanúgy ketyeg, és ezt 7 éve játszom el, hogy 7 éve ugyanolyan prímen ketyeg, pedig időnként szétküldöm, meg hát bizavarom. Most. Most az úgy kapott, de nem forgatom hülyét. Várjál, most vissza fogom tekerni majd a videót, hogy mit mondtál a versenyt, hogy mindegy, hogy 14. vagy 18. Nem azért jöttünk. Hát figyelj, mindegy, mert most is azt mondom, hogy mindegy, mert most teljesen mindegy, hogy hányadik lettem. De ez nem úgy nézett ki, mint amikor mindegy. Na figyelj, sztorizzuk egy kicsit. Eleve, ugye be kell rúgni a motort, amikor rajtolsz, azért az önindítósoknak elég nagy élményük, hogy egy ahhoz képest 500-as kell berúgni. Tehát ezt így ráleheltem, már éreztem, mert nem hallod, csak éreztem, hogy leszaladt a kar, tehát megy, be egyes, megküldtem. Eleve szerintem 5-10 embernek még be sem indult a motor, amikor én már mentem. És így be tudtam rongyolni a közepébe a mezőnynek, mert ezek, nem tudom, miért ott oldalt mennek, hát én nem tudom, szűken ott. Szerintem ez egy ilyen gyenge motorral, a rövidebb táv az hatékonyabb, ugye, hogy oda be tudsz lőni. És akkor ezen egy kicsit így fölbártoltam, ha már oda beértem középre, akkor már úgy annyira ne tartsak föl senkit, és akkor egy kicsit így jobban nyomtam, mint az előzőre. Őszintén ezek most jött el az, hogy én ezt a motort nagyon-nagyon mesterien tudtam ugye kezelni régenben, csak ugye másfél éve nem motorozok vele, és egyszerűen az elején azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák-e. Féltem a nyomos kanyarokban, nem az, hogy jól elforduljak benne, ne essek el a nyomba. Ennyire nem éreztem, hogy hol van az eleje, nem tudsz ugye előre ülni, ugye egy versenymotoron ugye előre ülsz egy csomószor, hát itt nem tudsz előre ülni. Itt a lábtartó vonalaig tudsz előre jönni, tehát ezért vannak korlátok, amitől tök másképp kell motorozni ezt a motort. És ugye, ha már ilyen jól bestartoltam oda középre, gondoltam, tartom, és kialakult egy ilyen olyan kis jó hangulatú, jó érzésű kis meccs, amit majd most bevágunk ide, mert a GoPro-val utána végigpacsisztunk egy 5 percet, és végig örömködtünk két nagyon kedves motorossal, akivel végig meccseltünk mi hárman. Az egyik, egy négyüteművel nagyon hamar megelőzött, már az első kör elején, egy ilyen, vagy első kör végén egy ilyen egyenes résznél, de utána nem ment gyorsabban, mint én, sőt, talán úgy éreztem, hogy mehetnék gyorsabban, de valószínűleg nem tudtam volna sokkal gyorsabban menni, kivéve az eximet, ahol egy picit több bizonytalanabb volt, mint én, és mindig féltem, hogy elesik. Mondom, ezt meg kell előznem, de közben kóstolgatott hátulról egy két ütemű. Egy-két kanyarban már bejött oda mellém, de ott akkor elővettem a jó, ne sporoljunk. Azt a 27 lóerőt. Elővettem a 27 lóerőt. Voltak ilyen hepupás feljárók, amit úgy tudsz gyorsan végigcsinálni, hogy végig egykerekezed az egészet, csak az fáraszt, és utána az visszabüntet nekem, hogy utána meg fáradtam megyek, és amikor úgy éreztem, hogy el fog menni, akkor elővettem ezt az egykeréken haladást, akkor nem tudt elmenni. Szerintem, ha nagyon akart volna, elment volna az egyenesbe. De
utólag így mondta nekem, ugye, hogy akkor valószínűleg a technikás részen nem lett volna gyorsabb, és nem látta értelmét, tehát jó fej voltam úgy. És végül is addig-addig nyomogattam magam előtt ezt a négy üteműt, aki egyébként tök jó ritmusban ment. Az utolsó előtti kanyarban, amit nem tudtam utolsó előtti, és szűken így bementem mellő, egy kicsit úgy túlszaladt, úgy meg, és akkor így elmentem mellett, utána át a kősorom, fa, bucka, és már kisintettek, és nem tudtam visszajönni szegény. De nagyon jól dumáltunk, ezt mindjárt itt láttad. Ez nagyon vesz, ilyen felfokozott lelki állapotba tudsz kerülni egy ilyen jó kis meccselgetéssel a magad szintjén, a magad kategóriában. És azért azt ne felejtsétek el, hogy én itt végig úgy mentem, hogy ez a motor nem feküdt az oldalán, nem volt hibám. Egyszer egy üres után ott egy kicsit rácsuklottam a kormányod egy egyenes részen, az első futam legvégén, az elég csúnya volt, mármint úgy csúnya, hogy nem estem el, csak olyan kellemetlen volt, hogy ott bénáskodok. De nem volt azért túl feszítve az út, tehát én úgy voltam vele, hogy én holnap is akarok motorozni, meg holnap után is, a motort sem akarom kidobni, tehát abszolút komfortzónámon belül motoroztam. Nem ugrattam be a gumi akadályokat, ezzel nem illik, mert azért, ha hiba van, akkor ez a futómű, ez nem oldja meg. Ez nem az a futómű, ami majd a futómű megoldja, kidolgoztam, vannak ezek a szövegek, nem. Itt neked kell mindent kidolgozni, neked kell megoldanod az ő feladatait. Szerintem egész.